Véget ért a Campus Fesztivál Debrecenben, az egyik első olyan nagy zenés rendezvény, amit a még mindig érvényben lévő korlátozások, illetve óvintézkedések ellenére megtartottak. 18 év felettieket csak védettség igazolvánnyal engedtek be, a fiatalabbak bemehettek oltás nélkül is, védett felnőtt kísérővel. Ezen a nyáron sem lehet tehát hagyományos módon megtartani ezeket a fesztiválokat, és még ki tudja, hogy mi lesz augusztusban. Így buliztak a fiatalok az elmúlt napokban Debrecenben, csak nem 90 ezren. A Campus Fesztivál volt az első fesztivál idén Magyarországon. 14 színpadon 200 hazai előadó és együttes lépett fel. Vasárnap indultak haza a fesztiválozók a négynapos programról. A szervezők szerint a világjárvány miatt arra is fel voltak készülve, hogy az idei fesztivált is le kell fújniuk. Benne volt a levegőben, hogy az idei nyár is sajnos olyan lesz, mint a 2020-as, hogy lehet, nem lehet fesztivált szervezni. Szerencsére lehetett, ezt mi elég jól teljesítettük, és az volt a célunk, hogy akik eljönnek a fesztivál, azok jól szórakozzanak, érezzék magukat egy picit már úgy megkönnyebbülve, meg olyan felszabadultan, mint ahogy mondjuk az 19-es évben lehetett. Ez már Kapolcs, a művészetek völgyébe csak a védettségi igazolvánnyal engedik be a fesztiválozókat. Tavaly a pandémia alatt csak részben tudták megtartani a rendezvényt, akkor egyszerre legfeljebb 500 embert engedhettek be. Most már nincs ilyen korlátozás. Akinek van oltása, az jöhet. Ez az igazi, amikor igen, mindenki összejön, és megint egy nagy család vagyunk. Az őszművészeti fesztivál programjait 40 helyszínen tartják. Ezeket most a koronavírus miatt egymástól távolabb helyezték el. A helyszínekre általában kevesebb embert engedünk be, mint amennyi egyébként beférne, hogy tényleg lehessen távolságot tartani. Ezzel is próbáljuk segíteni a látogatókat abban, hogy itt jól érezhessék magukat. A művészetek völgye mellett még ebben a hónapban tartják a paloznaki jazzpikniket. Augusztusban többek között Veszprém Fesztivál, a korábbi strandfesztivál helyett 10 nap strand várja a látogatókat. Emellett lesz Gödörkem Fesztivál, hónap közepén pedig debütál a Wild East Rock. 2019-ben még rengetegen buliztak a legnagyobb hazai fesztiválon, az Óbudai szigeten. A külföldieket is vonzó fesztiválok idén még elmaradnak. A szervezők a bizonytalan járványügyi helyzet miatt nem merték előre leszervezni a sztár fellépőket. Ez viszont jól jött a kisebb fesztiváloknak. Megpróbáltak egy kicsit abba a piaci részbe betörni fesztiválokkal, eseményekkel, amelyek amiatt vannak, hogy azért néhány nagyot nem rendeznek meg most ebben az időszakban. Tehát látjuk azt, hogy a Balatonon is már vannak új fesztiválok, és lesznek új fesztiválok. Látjuk azt, hogy elindultak olyanok, amelyeket már 3 éve terveznek, de a koronavírus járvány miatt nem lehetett ezt megtenni. A járványügyi helyzet idén nyáron már lehetővé teszi, hogy az 500 fő feletti nagy rendezvényeket is megtartsák. Ennek minden esetben szigorú feltétele a védettségi igazolvány bemutatása. A kisebb 500 fő alatti programokon azonban ilyen korlátozás nincs, kivéve a zenés, táncos rendezvényeket. Ezeken függetlenül az alacsonyabb létszámtól kötelező az igazolvány.